Üdvözlöm a kedves nézőinket! Mai műsorunk vendége Répár Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárasszony. 2014 a magyar felsősök éve. Miért? Elindítottunk egy olyan programsorozatot, amely a külhoni magyar oktatás megerősítésére törekszik. A külhoni magyar közösségek fejlődése, gyarapodása szempontjából a legfontosabbak az oktatási intézmények. És éppen 2012-ben az óvodákkal, majd tavaly a kisiskolásokkal, idén pedig a felsősökkel folytatjuk ezt a programot. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megerősítsük a külhoni magyar oktatást, és fölhívjuk a szülők és a diákok figyelmét arra, hogy mennyire fontos anyanyelven tanulni, és valóban vonzóvá tudjuk tenni a magyar nyelvű oktatást számukra. Hogyan valósul ez meg a gyakorlatban, kiket érint és hogyan tudnak segíteni? A felsősöknél már egy olyan korosztályról van szó, akik kis felnőtteknek tekinthetők, akikkel könnyebb kapcsolatba lépni, ők is könnyebben felveszik velünk a kapcsolatot. Ugyanakkor nagyon fontos az ő fejlődésük szempontjából az osztályfőnököknek a szerepe, nagyon fontos a szaktanároknak a szerepe, és az iskolán kívüli foglalkozásoknak is, hiszen itt már az ő esetükben a pályaválasztás kerül szóba. Segíteni kell nekik, hogy megtalálják a bennük rejlő tehetséget, hogy milyen területen tudják kibontakoztatni a képességeiket, segíteni kell nekik megtalálni azt a jövendő pályát, ahol majd sikeres felnőttekké válhatnak. Gyakorlatban hogy kell elképzelnünk ezt a segítséget? Négy fő témakör köré szeretnénk csoportosítani az idei programot. Ez a tehetséggondozás, a pályaorientáció, a személyiségfejlesztés és a tudományok megszerettetése. És ezen a négy témakörön felépítve fogjuk megvalósítani a különböző programelemeket. Szeretnénk bevonni mindegyikbe a tanárokat és természetesen a diákokat is. Milyen programelemek lesznek? Amivel most indítunk, először is megszólítjuk a minden olyan iskolát a Kárpát-medencében, ahol magyar nyelven tanítanak felsősöket. Egy könyvet küldünk ajándékba, az a címe, hogy 88 magyar találmány. Nem véletlenül választottuk ezt, hiszen egyik fontos témánk a természettudományos oktatás megerősítése, annak a színvonalának az emelése. Kapcsolatba léptünk a pedagógus szervezetekkel, a szakmai képviseletekkel. Ők segítenek nekünk eljuttatni ezt a kötetet minden iskolába. Azt szeretnénk, hogyha minden iskola, minden diák és minden tanár úgy érezné, hogy személyesen őt is megszólítjuk és bevonjuk ebbe a programba. Indítunk játékokat, vetélkedőket a fiatalok számára. Ez az első programelem, ami most indul. Egy online újságot szerkesztünk. Arra hívjuk a külhoni magyar diákokat, hogy alakítsanak 5-10 fős szerkesztőbizottságokat, és egy mentortanár segítségével a Facebook oldalunkon jelentkezzenek be. Küldjék el, hogy milyen rovatokkal szerkesztenék ezt az újságot. Január 31-ig van lehetőség a jelentkezésre, és akkor a legjobb, legkreatívabb ötleteket kiválasztva február 21-ig kell majd elkészíteni magát az újságot ennek a szerkesztőbizottságnak, és aztán minden hónapra, 6 hónapon keresztül kiválasztunk majd egy-egy csapatot, akik megszerkesztik az adott újságot, és a legjobbakat, a legügyesebbeket egy budapesti, valódi szerkesztőségbe várjuk majd látogatásra. De folytatjuk az egész éves programunkat, lesz megint módszertani csomag, amelyeket a legfontosabb témakörök köré csoportosítva a külhoni magyar pedagógusokkal egyeztetve fogunk majd kialakítani. Szeretnénk konferenciákat szervezni, két fő témakör köré csoportosítva, az egy a tehetséggondozás, a másik pedig a természettudományos oktatásnak a megerősítése, a szakmai színvonalnak az emelése. Tervezünk megint Kárpát-medencei körutat, ezzel a diákokat szeretnénk megszólítani, a pályaorientáció témakörében a 7.-8. osztályosokat, és szeretnénk egy olyan körutat, amely a gazdasági, pénzügyi, üzleti ismereteknek a terjesztését, annak a megismertetését szolgálja a diákokkal. Szervezünk különböző vetélkedőket, és nagyon fontos, hogy nem szeretnénk teljesen elfeledkezni a korábbi évek programjairól sem, hiszen az a fontos, hogy az iskolákra való figyelemfelhívás az ne csak kampányszerű legyen, hanem egy folyamatos munka. Ezért szeretnénk folytatni az óvodásokkal és a kisiskolásokkal végzett programot is. Az egyik ebből egyik programelem, hogy a ringató módszernek a megismertetését szeretnénk eljuttatni minél több régióba. Nagyon nagy sikerrel terjedt ez most
most már el egyre több helyen a Kárpát-medencében. Az a célunk, hogy a szórvány településeket is megcélozzuk, hogy ott is ismerté váljon ez a módszer, minél több embert be tudjunk vonni. Azon kívül egy másik programelem, ami szintén a korábbi évekből folytatódik, az az óvodapedagógusok és az iskolapedagógusok közötti együttműködés, hogy megkönnyítsük a gyerekeknek az óvoda és az iskola közötti átmenetet. És szintén nagyon fontos, hogy folytatódik a tavalyi nagyon sikeres program, az interneten indult program, a Miénk a város, ahol kisiskolások tudtak játszani velünk heteken keresztül az interneten, és akkor legügyesebbek egy csodasarkot nyertek az osztályuknak ajándékba. Szponzoraink tették lehetővé különböző magyarországi cégek, hogy tudjunk ilyen ajándékot nyújtani a gyerekeknek. Idén is szeretnénk ezt folytatni, és indítunk játékot a felsőbb éveseknek is, most már kifejezetten a felsősöket megcélozva. Ott pedig egy helyismereti játékot. Azt kérjük majd a csapatoknak, akiket kialakítanak a felsősök, hogy egy túraútvonalat mondjanak, ajánljanak a városukról, a falujukról, a környékről, amit bejárva meg lehet ismerni az ő lakókörnyezetüket, ott a legfontosabb emlékeket, és ezt a túraútvonalat ajánlhatják másoknak, és akik a legügyesebbek lesznek, a jutalom pedig az lesz, hogy egymás meglátogatva egymás túraútvonalait bejárhatják majd a gyerekek. Tehát gyakorlatilag akkor már kirándulásokat is szerveznek, hogyha jól értem. Így van, így van. Vajdaságban mikor érkezik a program? Gyakorlatilag az online újságszerkesztés már most indul. Most lehet már alakítani a szerkesztőbizottságokat, és lehet jelentkezni. És a többi programmal is most szeretnék még évelején elindítani, ezért küldjük el a könyvet, ami gyakorlatilag a programnak az ismertetése minden magyar iskolába. Megszólítjuk a pedagógusokat, az osztályfőnököket külön, hiszen nekik nagyon nagy szerepük van a gyerekek segítésében, a személyiségük formálásában, az, hogy merre tudják őket irányítani a továbbiakban. Tehát gyakorlatilag már most januárban indul a program, a különböző programelemekbe be lehet folyamatosan kapcsolódni, és én azt remélem, hogy el fogunk tudni érni minden kárpát-medencei magyar felsőst. Említették, hogy szélesebb körben is szeretnék bevonni majd a diákokat a programba. Hogy kell ezt elképzelnünk? Szervezünk például egy vitakört. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy verseny lesz. Szintén szaktanárok vezetésével egy témakört vitathatnak meg a gyerekek, és ebben nem csak a szakmai fejlődés a fontos, hanem az, hogy a gyerekeknek a vitakultúrája, a kreatív gondolkodása fejlődjön. Én azt remélem, hogy ezzel a versenysorozattal is be tudjuk majd járni a Kárpát-medencét. Ezt hogy kell elképzelnünk? Különböző helyszínekre vagy régiókra lesz felosztva, aztán elképzelhetünk egy döntőt? Vagy így van, regionális szinten lesznek majd a kiválasztó versenyek, és utána természetesen lesz majd döntő is. És most egy kicsit evezzünk más területre. Mik azok a dolgok, amiket kiemelne a Nemzetpolitikai Államtitkárság elmúlt 3 évének eredményei közül? Nagyon fontos volt 2010 után, hogy egy teljesen új szemlélettel kezdtük el a nemzetpolitika kormányzati szerepének a megerősítését, hiszen előtte gyakorlatilag nem is lehetett észrevenni a nemzetpolitikának a szerepét, és nekünk az volt egyik fő feladatunk, hogy teljesen új szemlélettel, egy megújult szemlélettel tudjunk hozzáfogni ehhez a munkához. És én azt hiszem, hogy az elmúlt 3 évnek először a jogalkotási tevékenysége, ami megadja az alapot a mi munkánkhoz, és itt kiemelném az állampolgársági törvényt, ami lehetővé teszi azt, hogy minden magyar felvegye a magyar állampolgárságot, és ezzel közjogilag is a magyar nemzet részévé váljon. Aztán a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény, ami egy nagyon tömény összefoglalta annak, hogy mit gondolunk mi a nemzet egységéről, azt, hogy a határokkal ugyan elválasztva, de mégis meg tudjuk élni a mindennapjainkban az egységes magyar nemzethez való tartozást. És természetesen az új alaptörvény, amely pedig egy sokkal határozottabb módon fejezi ki a nemzet összetartozását és a magyar kormány felelősségviselését a külhoni magyarság iránt. Ez mindig egy olyan elvi és törvényi alapot jelentett a mi munkánkhoz, amire föl tudtuk építeni azt az új nemzetpolitikát, amivel 2010-ben el tudtunk indulni. Látjuk azt, hogy a kormányzati szereposztásban is megerősödött a nemzetpolitika, és el tudtunk olyan új programokat indítani, amelyek a külhoni magyar közösségek erősödését szolgálják.
Nagyon fontos az, hogy újraindítottuk azokat a legfontosabb párbeszéd fórumokat, amelyek egy folyamatos, legfelsőbb szintű politikai párbeszédet jelentenek a magyar kormány és a külhoni magyar szervezetek között. A magyar állandó értekezletről beszélek itt, ami ugye 6 éves kényszerszünet után 2010-ben indult újra, és nagyon fontosnak tartom, hogy megreformáltuk a Máért szakbizottsági rendszerét, ahol pedig egy olyan szakpolitikai párbeszéd tud folyni, ahol már a konkrét programokat tudjuk előkészíteni, legyen szó oktatásról, kultúráról, vagy éppen gazdaságról. Ugyanígy ezt a fajta kapcsolattartást a diaszporával is megújítottuk, hiszen létrehoztuk a Magyar Diaszpora Tanácsot, amelyben pedig a diaszporában résztvevő, diaszporában működő szervezetek tudnak részt venni. És ezekről az alapokra tudtuk aztán felépíteni a konkrét programjainkat. Legyen szó itt az iskolákat megerősítő éves tematikus programokról, vagy például a felsőoktatás megerősítéséről, ugye a Szapiencia Egyetemnek és a Kárpátalján a Rákóczi Főiskolának nyújtott fejlesztési támogatásokat jelenti, Vajdaságban pedig azt a egyetemi ösztöndíj rendszert, amit a Magyar Nemzeti Tanács segítségével építettünk ki, és ami azt remélem, hogy megerősíti a vajdasági fiatalságot abban, hogy lehet, érdemes és lehetőség is van részt venni a felsőoktatásban. Mi a helyzet a választási névjegyzékkel, tudunk-e friss statisztikákat? Átléptük a 100 000-et a regisztráltak számában, ennek nagyon örülök, ez azt jelenti, hogy egyre többen regisztrálnak, és én a regisztráció felgyorsulására számítok a következő időszakban. Nagyon örülök annak, hogy a határon túli partnerszervezeteink részt vesznek ebben a munkában, hiszen azt látni kell, hogy a regisztráció és a levélben szavazás az egy új dolog. Én eddig nem volt sem Magyarországon, sem a környező országokban, nem ismeretlen egyébként a világban, hiszen nagyon sok helyen van levélben szavazás, csak mi még nem ismerjük, tehát meg kell tanulni a folyamatot, meg kell tanulni az államapparátusnak, és meg kell tanulniuk a választóknak is. Mi azt szeretnénk, hogyha minden információ és minden segítség eljutna az emberekhez, hogy tudjunk segíteni például a regisztrációs nyomtatvány kitöltésében, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy a partnerszervezeteink, a Máért tagszervezetek segítenek ebben. A Vajdasági Magyar Szövetség nagyon sok segítséget nyújtott abban az embereknek, hogy valóban élni tudjanak azzal a lehetőséggel, amit most az állampolgárság és a magyarországi választójog biztosít a számukra. És én azt remélem, hogy minél többen részt fognak majd, valóban részt fognak venni a választásokon, mert akkor tudjuk megélni azt a közjogi egységet, amit az állampolgárság jelent, hogyha valóban közösen hozzuk meg ezeket a döntéseket. Köszönöm szépen a beszélgetést, viszontlátásra!